Jó napot kívánok! Nézzük meg, hogy hogyan lehet képet feltölteni hosszú távon fenntarthatóan. Az első dolog az az lenne, hogy egy képszerkesztő programot, amivel egyszerű műveleteket lehet csinálni, tehát mondjuk kinyitni egy képet, mint itt, akkor elmenteni, akkor itt mondjuk a JPEG képről van szó, akkor ezeket a paramétereket itt beállítgatni, mondjuk egyszerűen, mit tudom én, kivágni ezt a részt innen a képből, vagy elforgatni, vagy szürkárnyalatossal alakítani, vagy esetleg átméretezni. Ezeket hogyan lehet megcsinálni egy ilyen programban? Ennek én úgy gondolom, hogy nagyon sok haszna van, hogyha az ember ebbe rutint szerez, csak az alapvető képkezelésben. Tehát az első dolog az lenne, hogy a méretét lőjük be a képnek valahogy. Hát ezen a képen látszik itt ugye, még ha össze is kicsinyítjük, akkor itt a bal alsó sarokban látszik, hogy ez 2560x1600 pixel méretű. Hát ez igen nagy. Ha egy weboldal rakjuk ki, akkor ott ez akkor ez sosem fog ilyen nagyban egészben megjelenni, már úgy értem, hogy kicsinyítés nélkül. De ugye az a célunk, hogy akkorába töltsük fel a képet, amekkora megjelenik. Tehát az átméretezés nél két lépés van. Az első az, hogy megvágjuk a képet, tehát azt a részét kivágjuk, amit szeretnénk használni. Mondjuk én ezt a részét szeretném használni a képnek. Itt ezt kivágom, de még mindig óriási nagy, és mondjuk én úgy gondolom, hogy az én honlapomon 1200 pixelnél szélesebb sose lesz, akkor átalakítom ekkorára. Hát most így néz ki a kép, de már nem olyan nagy, meg megvan vágva a rendes tartalmára. Akkor most az a rész, ugye el kéne menteni. Na most milyen formátumba mentsük el? Tegyük föl, van egy ilyen képünk, mint mondjuk ez itt. Erről azt gondolná az ember, hogy milyen kevés szín van rajta. Na most, hogy az információt nem megnézzük, ezen 5400 darab szín van ezen a képen. Ugyan lehet, hogy szabad szemmel nem látszik, de nagyon sok helyen van pici árnyalat. Persze, ha akár itt lecsökkentjük a színeik a számát 16-ra, akkor úgy néz ki, mintha semmi nem történt volna. Ugye itt a színszámláló most már csak 16 szín mutat. Szóval nagyon fontos az, hogy a képnek ténylegesen műszakilag valójában kevés színe legyen. Na most, ha kevés színe van, akkor PNG-ként lehet lementeni. Tehát mentjük, van akinek ez itt magyarul lesz, és akkor PNG-ként. Weben ez egyik formátum, amit használunk. Ha nem erről a képről van szó, hanem egy fotorealisztikus képről, ami nagyon-nagyon sok szín van, ugye ez itt 500 ezer szín van benne, akkor ezt JPEG képként mentjük el, itt a JPEG-ben. JPEG-nél fontos, hogy vegyük ki a kameraadatokat, stb. Ezek az EXIF, IPTC, stb. Adatok, illetve hogy a subsamplinget kapcsoljuk ki, mert attól lesz ilyen mákos, vagy ilyen kis négyzetekben, mindenféle négyzet alakban torzulások jelennek meg. Ez a JPEG tömörítésnek az egyik mellékhatása, de ezt kikapcsoljuk, akkor minden nagyon éles lesz, és nyugodtan felúszhatjuk 100%-ra, mert majd később a fájl mérettel fogunk foglalkozni. Szóval lementjük ide a képet. Most jön a harmadik lépés. Ó, már a harmadiknál tartunk. Tehát volt a méret, formátum, és a harmadik a kép fájlnév. Úgy érdemes hosszú távon fenntarthatóan képeket tárolni, hogy olyan nevet adunk neki, amikor csak a névből is meg lehet tudni, mi van a képen. Tehát ezen a képen például az van, hogy zöld fák és egy sárga fa. Webre használt fájlnévnél érdemes kötőjellel helyettesíteni a szó közt, vagy bármi más elválasztó jelet, azt mindig kötőjellel érdemes helyettesíteni, és akkor el is mentjük. Akkor ugye volt itt egy
alapképünk, egy nyers nagy képünk, abból csináltunk egy kicsit. Ugye itt azt gondolná az ember, hogy hát ez kisebbre vágtuk, akkor ez kisebb lesz a fájl mérete, de hát ez 1500 kilobájt helyett 1700 lett, pedig hát jóval kisebb, mert megvágtuk. Na most jön az, hogy miután nevet adtunk neki, azután optimalizáljuk. Ez az a szolgáltatás, ez az Image Optim, aminek az URL-jét majd a videó alatt meg lehet találni. Itt én a sárpot szoktam bepipálni, kiválasztom a képet, ugye nem az eredetit választjuk, hanem megvágottat, és azt mondjuk neki, hogy nem mondunk semmit, mert rögtön tölti is föl, és le lehet menteni. És ennek a képnek a mérete 447 kilobájt lett, gyorsan rakjuk vissza a másik mappába. Hát igen, ez a szolgáltatás sajnos az ékezetes neveket nem szereti, de ezen mindjárt javítunk, ugye ezt kimásoljuk, ide meg beillesztjük, vagy lehet azt mondani, hogy optimalizált, és akkor lehet látni, hogy 1760 kilobájt helyett 477 lett. Ezt is kinyitjuk, akkor lehet látni, hogy a kettő között nincs vizuális különbség, tehát szemmel nem látszik különbség, csak a fájl mérete lett harmad akkora. És már kész is vagyunk. Még egy dolog lenne, hogy amikor feltöltünk képet, akkor az úgynevezett alternatív nevét, amit sok weboldalnak a szerkesztő felete altnak hív, azt érdemes kitölteni, mert a robotok nem látják még jó néhány évig, hogy mi van a képen, hanem egy szöveget szeretnének kapni, ami leírja, hogy mi van a képen, és akkor abban az altban, vagy alternatív szövegben le lehet írni a robotoknak, hogy mi van a kép, mi látható a képen, és ha valaki keres erre a kifejezésre, akkor ezt a képet fogják a keresők ajánlani neki. Hát ennyi volt, minden jót kívánok, viszont hallásra!